évente egy adatbázisban rögzítjük az adott vállalkozást. És ha én nem akarom? Akkor nem kell belépni a vállalkozói piacra. Nem, vállalkozó akarok lenni. Én 5000 forintot nem akarok fizetni. Azt akkor nem Magyarországon kell csinálni ezt a vállalkozást. Ennyi? Azt mondta a kamara vezetésének, ott ültek vagy 40-en, hogy akkor jöjjünk vissza, hogyha ha nem Parragnak hívják a kamara elnökét. És én akkor azt mondtam, hogy akkor jövünk vissza, hogyha nem Gyurcsánynak hívják a miniszterelnököt. Ha térünk vissza, akkor Orbán Viktor az egy mondat erejéig még azt mondta egyszer, hogy fél órán belül visszahívja, hogyha keresi. Ha most felhívná, fél órán belül itt ülünk, még fél óra múlva lehet, hogy visszahívná? Egész biztos vagyok benne. Nagyon sokan vannak a telefonkönyvemben. Soros György? Ő nincs benne, de vele nem is beszélgetnék szívesen. Nem lenne miről? Az Európai Unió ez még mindig másodrangú polgárként tekint a közép-kelet-európai országokra. És ezen belül pedig Magyarországot bajkeverőnek tekinti. Hát ön mondta, hogy nem lehet megélni 300 000 forintból. Meg lehet? Nem szeretném kipróbálni.